Már elkezdődött a felújítás az erdei tornapályán. Hétfő reggel az új szalonna sütő munkálatait fejezték be. A terület évtizedek óta a helyiek kedvelt pihenő területe, azonban legutóbb 2005-ben újították fel. Az időjárási körülmények és a nagyfokú látogatottság is meglátszott már a játékokon és a körszínpadnál egyaránt. Vannak olyan elemek, amik a használat során azt a döntést igényelték, hogy egy picit javítsunk, egy picit változtassunk rajta. Hát itt többek között a játszótéren, kezdve a játszótérrel megszüntetjük a csúszdadombot, ami a gyerekek számára kedvelt volt, de igazából a fenntartása nagyon nehezen volt megoldható. Igazából azt lehet mondani, hogy biztonságosan nem volt megoldható. Ehelyett egy új játszóvárat fogunk kialakítani. Megnyújthatatok minden gyermeket, hogy inkább többet fognak kapni ezzel, mint amennyit elveszítenek a csúszdadombbal. Több eszközt lefestenek, helyreállítanak majd a játszótér területén, illetve ütéscsillapító homokot helyeznek el. De növelik a vízvételi pontok számát is, és fejlesztik az elektromos rendszert is a színpad körül. Az elmúlt évek alatt számtalan rendezvénynek adott otthont a tornapálya. Ezekre a változásokra főleg ezért is van szükség. A körszínpad körüli tetőszerkezetet is meg kell javítani, ugyanis többször beázott az elmúlt időszakban, valamint a mellette lévő kondipark is megszépül még idén-nyáron. Ezekre összesen 23 millió forintot fordít a Nyírerdő. A megújult erdei tornapályát bárki igénybe veheti. Az erdei tornapálya ugye állami erdőterületen van, így a tulajdonosa a Nyírerdő ZRT, viszont a várossal egy olyan megállapodást kötöttünk még a korábbi években, hogy a fenntartását ők intézik, kezelik. Éppen ezért a szalonnasütők foglalása, a színpad foglalása, a körszínnek a lefoglalása a VV Kft-n keresztül történhet. Ennek a részletes szabályai itt a tornapályán is megtalálhatók. A beruházás várhatóan augusztus végére elkészül. A következő hetekben részleges lezárásokra kell számítani majd az erdei tornapálya területén, ezért a Nyírerdő a lakosok türelmét és megértését kéri.